A kormány szerint a 2020-as költségvetés a biztonságot és a jövőt szolgálja. A Jobbikot viszont nem győzte meg a kabinet, és éles kritikákkal illette a jövő évi büdzsét. Ebben legalábbis az ellenzéki párt szerint 600 milliárd forintnyi homályos vagy teljesen értelmetlen tétel található. A Jobbik ezekkel az összegekkel, hangzott el a párt alelnökétől, a magyar családok helyzetét javítaná. Emellett módosító javaslataikban, amelyeket a kormány korábban lesöpört az asztalról, a bentlakásos iskolák és a szociális bérlakás program is nagyobb szerepet kapott volna, mint ahogyan az elvándorolt magyarok hazatérését érintő intézkedések is. A jegybank időközben megjegyezte, hogy elemzésük szerint a magyar gazdaság lassabban nő majd, mint ahogyan azt a kormány prognosztizálja. Emiatt a 2020-as büdzsé bevételei közel 320 milliárd forinttal is alacsonyabbak lehetnek. Zék Árpád Dániel, tehát a vendégünk, jó reggelt kívánok, üdvözlöm. Szép jó reggelt kívánok a kedves nézőknek. Meglepő módon ön volt egyébként ebben a parlamenti ciklusban a legaktívabb ellenzéki képviselő 86 felszólalással, és a költségvetéshez is felszólalt, illetve nagyon sok módosító indítvány nyújtottak be, amelyet ugye a kormánypártok lesöpörtek az asztalról, és ön azt mondta, hogy a szegénység és az ágazati problémák éve jön, miért? Először is a mennyiség nem feltétlenül jelent minőséget is, tehát nyilván majd a történelem és a választópolgárok értékelik azt, hogy az az 555 módosító javaslat, amit a Jobbik benyújtott a költségvetéshez az ellenzéki pártok között is egyedülálló módon nagy mennyiségben, az milyen Magyarországot tud felfesteni, de azt kell, hogy mondjam... Tudott volna, vagy tudna? Fog egyszer, maradjunk annyiban, hiszen nem tudom elképzelni, hogy a több mint 500 javaslat között a bérlakás program, a Lombik Baby program támogatása, a tanyafejlesztési program, az otthonápolási díj emelése, a szociális szférában dolgozók bérrendezése mind-mind értelmetlen javaslat lett volna, ez lehetetlen. Nyilvánvaló módon a Fidesz most egy csillagkaput épített saját magának, amin átlépett, és egy álvalóságban próbálja átfesteni azt a magyar rögvalóságot, amelyben mindannyian élünk, hévet nevez át ötös metróvá, és hát egy olyan illuzórikus világot alkotott magának, amelyről úgy gondolja, hogy a valóság elhazudásával el lehet hitetni azt, hogy Magyarországon jó felé mennek a dolgok. Én egy példával tudnám megvilágítani a milliárdok és a költségvetési számok között, hogy a tipikus magyar fiatal élethelyzet milyen. Volt korábban fundamenta, vagy lakáscélú előtakarékosság állami támogatása, és rengeteg magyar fiatal a csokhoz az önrészt, ezzel az LTP-vel, a fundamentával szedte össze. A kormányzat kinyírta az állami támogatását ennek a rendszernek, nem tette helyébe semmit, maximum egy lakáslottó szisztémát, amit talán pár ezer ember alkalmazott, és a magyar fiatalok előtt a kényszer marad, megalázóan alacsony munkabérekkel szemben a kivándorlás kényszere, és az, hogy külföldön szülessenek meg az ő vágyott gyermekeik. Itthon ugye egy bérlakás program is hiányzik az életkezdéshez. A Jobbik csomagja, tehát ezen tipikus magyar élethelyzetekre próbál válaszolni, és hát azt látjuk, hogy a Fidesz világa egészen más. Számukra, mintha csak felső középosztálytól fölfelé létezne a magyar társadalom, és egy ilyen neoliberális vágyálmuk van, miszerint a felső középosztálytól fölfelé kedveznek, és az majd lecsorog, leszűrődik a magyar társadalom széles köreihez. Hát nem fog, be kell avatkozni minden társadalmi csoportot elérő módon. Ugye ez a vád, amellyel illetni szokták a kormánypártokat, hogy a felső középosztály támogatja, ha és mondjuk ez nem baj, nézzük csak nem kizárólag őket kéne. Ha mondjuk nézzük a személyi jövedelemadó rendszerét, ugye a minimálbér megadóztatását, akkor ez mindenképp egy élő létező kritika. De azért, hogyha a családtámogatási rendszerét nézzük meg, ott ugye gyerekszámhoz kötik mindezt. Tehát arra azért már nem feltétlenül mondható, hogy csak a felső középosztály támogatja. Én nem támadom Orbán Viktorék családvédelmi programját, ami ebből értelmes, mindig támogatni fogom, és mindenkivel szemben, mert a magyar jövendő nem lehet ellenzékben, nem lehet politikai alkuk és viták tárgya, de szeretném elmondani, hogy a családvédelmi csomag tekintetében is itt azért most a kedvezményes hitelek dominálnak a különböző támogatási formák helyett. Én afelé nyitnám ki ezt a rendszert, hogyha a csokot kiterjesztjük, és mondjuk használt ingatlanok irányába terjesztjük ki, akkor ne a kedvezményes hitellel pumpoljuk tovább a magyar embereket, hiszen ez is fontos egy szűk kör számára, de azért a hitelcsapdákról van tapasztalatunk, inkább a támogatások volumenét kéne kiterjeszteni, és én felelőtlen politikusokkal szemben meg is tudom jelölni a forrását
ezen kedvezményeket. Nem értem a konkrét javaslatnak a lényegét, hogy a támogatásokat terjesztenék ki. Mire terjesztenék ki a támogatásokat? Például használt ingatlan vásárlása esetén konkrét támogatás is lehetne elérhető, nem csak új építésű ingatlan esetén, mint a 10 plusz 10 millió esetében. A sokra is kiterjesztették. Így van, de csak a kedvezményes hitelt szerkesztő asszony. Igen, és csak én az a támogatásokról beszélek, megértem. Tehát arról, hogy vissza nem térítendő segítséget kapjon az a magyar fiatal, aki vállalja azt, hogy ő itthon kezdi el az életét, itt válik adófizetővé, itt vállalja azt a magyar gyermeket, aki itt fog szocializálódni, és együtt építi velünk a jövendőt, ahelyett, hogy kényszerből külföldre menne, és nem lehet forintokban mérni ennek a hasznát. Még egyszer mondom, ilyen katasztrofális népesedési viszonyok közepette, amikor látszik, hogy kétségbeesésében a kormány már idegen munkások százezreit fogja lassan betelepíteni, hiszen 100 000 fölött van a számuk, akkor a magyar fiatalokra kell koncentrálni. Konkrétumok nagyon fontosak, és szerintem nagyon érdeklik is a nézőket, tehát a Jobbiknak, akkor csak hogy teljesen egyértelmű legyen, az lenne a víziója, hogy ugye jelen pillanatban hitelt a csokon belül, a hitel lehet használt lakásra is felvenni, de ugye az a vissza nem térítendő állami támogatás, az csak új lakásokra igaz, igen. És erre mondanák önök azt, hogy használt lakásokra is terjesszék ki. Pontosan, a Mi Várunk márkanév alatt fut a Jobbik lakhatási program, ennek számos eleme van, a csok csak egy nagyon leszűkített része, az első és legfontosabb szakasz ez a bérlakás programunk, amelynek értelmében évente ezrével kellene új építésű bérlakásokat tisztességes, a mostani piaci árak felért harmadáért kivető bérlakásokat építeni. Minősített magyar vállalkozások lehetnének a kivitelezők, a beszállítói hálózat is hazai lehetne, megvan ehhez a kapacitás, vagy újjá kell építeni. És azt is szeretném elmondani, hogy ezen ingatlanok, lakások esetében, ha a kölcsönös együttélés alapfeltételei betartásra kerülnek, akkor beszerzési, bekerülési költségen áthathatóvá válhat a tulajdonjog is egy 6-8 évet követően. Ez egy nagyon jól kimunkált rendszer a tekintetben, hogy vállalható, felfesthető jövőképet ad a fiatalok számára, nem 15 éves spórolást, hanem egy 6-8 éves távlatot, ami után saját ingatlant szerezhetnek. Addig, amíg ez nem következik be, a brutális albérletárak ismeretében pedig a Jobbik egy lakhatási támogatási rendszert javasol. Igen, mert ez egy öngeresztő folyamat, mert hogyha nagyon magas albérleti árak vannak, esély sincs gyűjteni, ugye? Így van, pontosan. Tehát ez az, amit feloldanának érte. És szeretném elmondani azt is, hogy ez a kivándorlási spirál brutális felpörgetéséhez jár. Az a tétlenség, az a tötymörgés, amit a kormány tanúsít, hiszen 150-170 ezer forintos albérleti díjakat plusz rezsit kifizetni gyermekvállalás, közös élet elkezdése mellett a politikai szifi kategóriájába tartozik. Nem hiszem, hogy épp elmélyű, aki széles társadalmi csoportok számára ezt a jövőképet tudja csak felvázolni, és közben a magyarság építkezéséről beszél, tehát egészen más utakat kell keresni. Még egyszer mondom, konkrét magyar emberek, konkrét problémáira kell válaszolni, mi ezt tesszük, ezért is járjuk a jogszerűtlen kilakoltatásokat, hogy megakadályozzuk magyar emberek kilakoltatását. A másik oldalról egy idézőjeles belakoltatással pedig szeretnénk minél több magyar fiatal számára létező, élhető, normális otthont és így magyar jövőt szerezni. Nagyon-nagyon fontos kérdés, és látszik azért az ellenzéki felvetésekből, hogy a lakhatás az egyik legfőbb probléma most Magyarországon. Szeretnék viszont ezen kívül még nagyon röviden, amennyi lehetőségünk van, beszélni egy dologról. Ugye a Jobbik Európai Parlamenti képviselői nem szavazták meg Ursula von der Leyen. Akik megszavazták ellenzéki képviselők, azt mondták, hogy azért, mert abban bíznak, hogy Magyarországot jobban rá tudja szorítani majd arra, hogy a jogállamisági normákat betartsák. Ehhez képest adott egy interjút a bizottsági elnökasszony az Süddeutsche Zeitungnak tegnap. Igen. És elég megengedően fogalmazott itt a jogállamisággal kapcsolatban. Konkrétan Magyarországról és Lengyelországról azt mondta, hogy mindannyiunknak meg kell tanulni, hogy mindig teljes jogállamiságra kell törekedni, de hát senki sem tökéletes. Tehát úgy tűnik, mintha tényleg nem lenne annyira harcos, mint ahogyan ezt várták tőle. Legalábbis ez a nyilatkozat erre utal, mit szól ehhez? Nézze, engem ebben a tárgykörben semmiféle meglepetés nem ért. Én nem hiszek a külföldről jövő felszabadító csapatokban, legyenek azok ideiglenesen itt állomásozóak, vagy hosszú távon beavatkozni szándékozók. Én abban hiszek, hogy Magyarország a saját problémáit itt belföldön tudja megoldani, és nekünk hitünk kellene, hogy legyen ebben. Tehát el kellene hinnünk, hogy nem a brüsszeli felszabadító hadtestek, nem az amerikaiak, nem a távol-keleti tőke fogja Magyarországot felemelni. Ezt csak önerőből oldhatjuk meg, és lehetünk képesek erre. Én a saját válaszaimat ott találtam meg, hogy lemegyek a mikroszintre.
Amikor elmegyek egy jogszerűtlen kilakoltatásra, a saját mikrokörnyezetemen igyekszem javítani, azért, hogy globálisan tudjunk javítani végül, de egyáltalán nem várok egy napig és egy percig sem külföldi segítségre, felszabadításra, támogatásra. Örülök, hogyha európai folyamatok kedveznek Magyarország számára, de nem erre építem a jövőképemet, hanem az önerőnkre. Nagyon köszönöm, hogy itt volt este a témában, és elmondta a véleményét. Köszönöm.